Uraim, ez itt a Szerencse Szombat. Az est két házigazdája, Mák Kata és Harsányi Levente. Jó estét kívánok, hölgyek, urak! Üdv innen a nagy nyeremények délutánján a Fortuna stúdióból. Különleges zenei élményeket is kínálunk önöknek. A színpadon hamarosan élőben énekel Tolvaj René. Köszönjük a Fortuna Tánckának ezt a fergeteges műsor kezdést. Igen, ők azok, és külön köszöntjük zenekarunkat, Nagy Lacit és csapatát. Sziasztok, fiúk! Pontos számokat is hoztunk. Parancsolj, kérlek. Így van, az idei év ugye 33. sorsács hetében járunk, a határszámunk itt a Luxorban a 42-es. Ez azért fontos ez a szám, önök jól tudják, mert ugye két eshetőség van, vagy határszámon belül, vagy azon túl lesz valakinek teli, tehát azaz Luxora. Határszámon túl akkor 7 millió forintot nyerhet, hogyha határszámon belül örülhet a teli találatnak, akkor 48 millió forint lehet az övé. És Katára nézek, és a Joker játék jut eszembe, nem is tudom miért. Ha a Joker játékunkban ezen a héten megfelelő sorrendben találják el a nyerőszámokat, akkor figyeljenek, mert 250 millió forint lehet az önöké. Nincs nálam, nem a zsebembe hoztam. De ha sőt, te vagy egy igazi Joker. Ja, úgy igen, köszönöm szépen, ez kedves. Na, térjünk rá az ötös lottóra is, hiszen ott most már közelítünk a fél milliárdos nyereményhez. Egészen pontosan, várhatóan 474 millió forintot lehet nyerni. Látják, hogy Katáék hétről hétre egyre szebbek, mindig más ruhában, de mindig gyönyörűek. Nyilván a nyeremény összegek is változnak, egy valami viszont mindig állandó és konstans ebben a műsorban, az a sorsolás menete. Nézzük, hogy kik segítenek ebben ma. A sorsolási bizottság felügyeli a játékokat, a Luxor 75 számgolyója a közreműködésükkel már be is került a Luxor sorsológébe. Most pedig köszöntsük a sorsolási bizottság elnökét, Cétinyi Dianát és dr. Baumgartner Nóra közjegyzőt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezi csókom, hölgyeim, és szerintem egy hölgyet köszöntetünk hamarosan itt a Luxorban, mint vendég, egy olyan kollégát, egy kolléginát, egy kolléganőt, aki hát szinte egyiket nagyon-nagyon sok műsorban jelen volt már, és ha ő ott van, akkor szokták mondani, azt nem lehet nem észrevenni. Egy kifejezetten kedves, törékeny és szakmailag igencsak erős hölgyet mutatunk be mindjárt, hisz ő lesz a vendégünk. Érkezik hozzánk Somosi Barbara. Szia, Baldi! Sziasztok, jó estét! Nagyon szépen köszönöm a kedves szavakat, ezt a szép felvezetést. Mindig ilyen. Igen, és minden. Úri ember, úgyhogy tessék tőle tanulni. No, hát örülünk neked nagyon, Barbi, kösz, hogy eljöttél, mindjárt beszélünk rólad részletesen, jelenről, és persze a jövőről is, de addig készül, mindenki szerkezik a mai Luxor játékot, ahol a tét nem kevesebb, mint 48 millió forint. Igen, Levi említette, hogy kollégák vagyunk, úgyhogy nem csak itt beszélgetünk, hát dolgozni is kell, kérlek szépen. Neked kell elindítani a Luxor játékot, ha benne vagy, és a felkészültet. Igen, a varázsgömböt vagy gombot, hívjuk bárhogy is, de ezzel elindítod a Luxor játékot. Köszönjük szépen.
Nagyon szépen köszönjük, 75 számgolyó elindul szokásos hétvégi útjára, megkezdik a munkát. Önök X-elnek, ahogy karikázzanak, kinek ahogy tetszik, és közben pedig nézzék és hallgassák a gyönyörű Barbit, mert hogy arról beszélünk, hogy nem csak ugye olyan műsorokban vagy, mint például a Szerencseszombat, ahol most látnak, hanem hogyha időd engedi, akkor az egész nyarat a Balaton partján, ugye a nyár 23-ban. Egészen pontosan a Révfülöpi Mólon töltjük, nagyon szeretjük, tényleg már önmagában az, hogy ott vagyunk, ott van mellettünk a Balaton, a napfény, tehát egy annyira kötetlen hangulatú, felszabadult műsor. Nekünk mi is nagyon sokat nevetünk ott a stábbal, és te is dolgoztál ott, Levi, pontosan tudod, hogy szinte évről évre ugyanaz a csapat vesz minket körül. Nagyon szeretem tényleg a kollégákat, és tényleg olyan érzés, mintha egy nagy osztálykirándulásra indulnánk el mindig a nyár elején, ott együtt lélegzünk egy csapatként, és olyan ez, mint egy kis család. Most igen, van egyfajta csapatépítő jellege az ilyenfajta munkáknak, ami szerintem tényleg összeteti a kezét az ember, hogy ilyen környezetben dolgozhat. De most már negyedik éve vezeted a nyár 20, most már nyár 23, ugye az idén. Így azt feltételezhetné az ember, hogy az utolsó kavicsig mindent ismersz Révfülöpön, illetve a Balaton környékéről, hiszen rengeteg vendég érkezik hozzátok. Tudnak még újat mondani, illetve azért most nyitottátok az ollót, úgy tudom, kicsit távolabbra is. Tudnak, mindig új arcát ismerjük meg a Balatonnak, és nagyon szeretem az emberi történeteket, az embermeséket a televíziózásban és a filmben egyaránt, és mindig úgy élvezem, amikor most például, csak hogy egy-két példát említsek, jött hozzánk Csongrádi Kata színművész, énekes, Nagy Latinovics Zoltán rajongó vagyok, és akkor ő is ezer szálon kötődött hozzá, egy nagyon meghatározó személy volt az életében. Titkokat mesélt róla, akkor például Benkő Péter is meglátogatott minket, aki elmondta, hogy 10 éve nem nyaralt, most van lehetősége, a feleségével érkezett, meglátogatták Tordi Géza színművészt, Tihanyban az egyik legjobb barátjáról van szó, tehát mindig hallunk egy-egy érdekes történetet, és az is nagyon érdekel, hogy ők hogy kötődnek a Balatonhoz. Szerintem ez a műsor olyan, mint egy igazán jó klasszikus házi buli, minden szobában más és más események és történések zajlanak, mindig mást lehet látni. Itt is annyi mindent ki lehet próbálni, mesélj ezekről, mert egyrészt a műsorban is, meg közben a műsorhoz kötődően is utaztak ott a környéken. Utazunk, forgatunk, akkor például kvadoztunk is Bencével, mindig szoktunk ilyenkor versenyezni, amikor különböző sportágakat kipróbálhatunk, vagy agyaggalamblövészet is volt, íjászkodás, akkor mindig él bennünk ez a versenyszellem, és tényleg nagyon sok mindent ki tudunk próbálni. Akkor volt egy olyan adás, amikor úgy jelentkeztünk be, hogy egy ilyen óriási cirkuszi trambulinon ugráltunk, és akkor közben kellett beszélni, akkor ilyen nevető görcsünk volt, tehát hogy tényleg annyira felszabadultan telnek ezek az adások, de mindeközben persze nyilván tartalmas beszélgetések is vannak, és azért is nagyon szeretem, mert azért el tudunk mélyedni egy-egy témában, tehát lehetőség van hosszabb beszélgetéseket, interjúkat is készíteni. Én legutóbb például a fermentálásról hallottam egy nagyon komoly interjút, végig nézem, a fermentálások, az nagyon fontosak is pocakodnak, úgyhogy tessék bepotolni. Jó, hogy ez az? Adást. Jó, okay. És nagyon sok mindent csináltam, hogy ezen kívül, ugye esztek, isztok, tehát olyan jó értelemben mondom, tehát kóstoltok, meg azért a maga a Balaton és az adott tájegység olyan részleteibe avatjátok be a nézőket, amikor talán eddig nem. Van még olyan kiaknázatlan terület, amit nem mutattunk be, nem mutatott be a műsor? Szerintem mindig van, meg mindig van egy-egy olyan fesztivál, egy-egy olyan program, ami újonnan megszülető dolog, és akkor mi tudjuk bemutatni, mi tudjuk kipróbálni. Tehát új ízeit ismerhetjük meg, gasztronómia terén is folyamatosan fejlődik a térség, és tényleg, amit mondasz, mindent megkóstolunk, megeszünk. Igen. Bence szokta mondani, Forró Bence műsorvezető társam, amit megettél, az már a tiéd, úgyhogy gyorsan parkodni kell. Így ez nagy igazság. És ott a kis színes összeállítások közepette, amik mennek a beszélgetések között, akkor még gyorsan így megesszük, de nem, tényleg, szóval nagyon-nagyon finom dolgokat tudunk megkóstolni, kipróbálni, úgyhogy tényleg nagyon sokszínű a műsor. És egyben szerencsés vagy már a tekintetben is, hogy Dörgicsén, Révfülöptől nem is olyan messze élnek a szüleid. Gyakran akkor meg tudod őket ilyenkor látogatni, esetleg ott is alszol, ilyenkor ott van a bázis neked? 4 falu távolságra van Dörgics a Révfülöptől, úgyhogy mindig átugrom, hogyha csak egy 5 percre van időm, akkor is egy puszit adni, ott van egyébként nagyon sokat az én kutyám, Sicu kutyám, neki puli kutyájuk vannak, úgyhogy mindig látogatom őket, meg ott vagyok, amikor csak tudok. Viszont nekem nagyon fontos, meg ezt így el is határoztam, amikor indult ez a műsor, meg én is elkezdtem 4 évvel ezelőtt, hogy én szeretek a stábbal együtt lélegezni. Tehát itt mindenféle csapatépítő program van, különböző programok, most nem csak egy adás megbeszélésre kell gondolni, hogy nyilván készülünk a következő napra, de akár elmegyünk a Révfülöpi kertmoziba, készítünk egy bográcsételt együtt, megbeszéljük az élet nagy kérdéseit, nagy dolgait, úgyhogy szeretek velük együtt lélegezni, meg dobogni, mint egy nagy szív. Elég nagy stáb, gondolom, onnan azért tudsz valakinek szólni, hogy a kedvenc hobbidnak, időtöltésednek szentelj egy kis időt, 1-2 órát, a futásról beszélünk. Egyetlen tudsz futni, van időd, ki tudsz kapcsolódni, vagy nem? Hát képzeld el, hogy még az első években
mindig bepakoltam a futócuccokat, a futócipőt, és akkor nagyon büszke is voltam magamra, mindig futottam ott a Balaton partján, de most az idei évben valahogy ezt elengedtem. Tehát, hogyha tehetem, akkor inkább ilyen másfajta programokat végzek, vagy csinálok a kollégákkal, a barátokkal, és úgy nem vagyok annyira tudatos ezen a téren. A váltóheteken ezeket bepótolom, ami a sportról van szó. Pedig, ha a versenyszellemet nézzük sportterén, akkor azért nem is kell a szomszédba menni, hiszen a szüleid is komoly sportmúlttal rendelkeznek. Fontos akkor ezek szerint a családotokban, hogy mindenkinek legyen ilyesfajta képesítése. Igen, is, édesapám vagy... vízilabdázó volt, édesanyám pedig ritmikus gimnasztikázó, és nálunk a nővéremmel sosem volt kérdés, hogy mindenképpen kötelező volt sportolni, de azt nem tették kötelezővé, hogy versenyezzünk is. Teniszeztünk egyébként versenyszinten, és nagyon sokat adott a sport, tehát hogy nem csak nyerni és felállni és küzdeni és tovább menni tanítja meg az embert, de veszíteni is, és csapatban dolgozni, amit itt tudok például kamatoztatni, akár a televíziózásban is. Már is innen folytatjuk, Tomám, közben megszületett az első képtalálatunk a Luxorban, úgyhogy már láthatják is, elég sokára jött ki az első kép. 15 nyertesünk van, szelvényenként 61.940 forint jár. Nyereményként gratulálunk. És a Balatonról azonnal nem ebbe a stúdió, hanem mondjuk például egy szépségverseny stúdiójába is be is ugrottál, hiszen olyan műsort is kipróbáltál, mennyire tetszett az, és a többi más típusú műsor, ahol jelen vagy. Magyarország szépét volt lehetőségünk vezetni Csitári Gergely kollégámmal, és nagyon jó érzés volt. Egy egészen más formátum tényleg, amit mondtál, ez egy show műsor, mint ez, tehát hogy ott nagyon fontos a látvány, egészen máshogy dolgozik a stáb, és nekem például azt az adrenalin érzést hozta, amit annak idején gyerekkoromban, vagy amikor versenyszinten teniszeztem, a sportpályán tudtam átélni. Úgyhogy én ezt nagyon élveztem, és nagyon jó lehetőség volt, bármikor nyitott lennék valami ilyesmi feladatra a jövőben is. Mennyire volt, vagy mennyire tudtátok ott a lányok mindennapjait követni, hiszen ugye rengeteg szép lány jelentkezett, de hát csak egy nyerhet. Nyilván szomorkodtak, mennyire kellett a lelküket ápolni mondjuk azoknak, akik most éppen, nem tudom, úgy álltak a csillagok, hogy nem ő nyer, de lehet, hogyha a következő versenyen elindul, akkor pedig ez pont fordítva. Engem ebben a műsorban is az emberi történetek, meg sorsok érdekeltek a legjobban, hogy ki mit hozott, ki min van túl, mik a céljaik az életben, és valahogy az idei mezőnyben én azt láttam, hogy egy nagyon sokszínű társaság állt össze, és azért mindenkit érdekelte valami más is a szépségen túl, tehát hogy vannak céljaik, elképzeléseik a jövőben, és szerintem nem életre halálra vették ezt a versenyt, tehát nyilván mindenki meg szerette volna nyerni, de azért nem volt olyan nagy rivalizáció, amit akár a korábbi években volt, hogy akár mondjuk képernyőn keresztül, de észrevettem. Vagy láttam, nem éltünk velük, nem tudom, hogy négy fal között mi történt, egyszer voltam lent egy jótékonysági futáson, részt vettem velük, és ugye egymást segítették, olyan szeretetteljes közeg volt. Nagyon helyes maradjunk, és mi is segítjük egymást, hiszen most keret találhoz érkeztünk, nézzük meg, hogy ez mit jelent a szerencséseknek. Első kerettárcot érkeztünk, van egy nyertesünk, 1.238.800 forint, köszönjük szépen és gratulálunk. Amikor én fiatalabb voltam és magasabb, akkor mindig megkérdeztem, hogy milyen műsort szeretnél vezetni, és vagy mondtam, vagy nem, de szerencsére az égiek kegyesek voltak hozzám, és nagyon-nagyon sok műsorban jelen lehettem. Most Barbie-nak milyen álma van a műsorvezetés tekintetében, milyen típusú műsort szeretnél még vezetni? Nekem a film, a művészet meg a kultúra a nagy szenvedély, meg nagy szerelem az életemben. Egyébként ezért is végeztem el a filmrendező mesterképzést a mesterem Koltai Lajos osztályában. Ez egy gyerekkori álom, onnan indult, amikor Ridley Scott alkotását, a Gladiátort megnéztem. 7 éves voltam, film. Emlékszem. Szereted? Nagy, én egyik kedvencem. Én nagyon kevés filmen sírtam, ez volt az egy. Igen. Nem... És annyira katartikus, én ott azt éreztem a film végén a moziban, hogy egyszerűen nem bírok felállni a moziszékből. És akkor jött egy ilyen sugallat, hogy ebbe a világba valahogy be kell kerülnem, és nagyon szeretnék egy ilyen világban dolgozni, egy ilyen csapatban, ahol ilyen alkotások tudnak születni, amik ilyen érzéseket tudnak emberekből kiváltani, ilyen katartikus érzéseket. Úgyhogy ez a szál is elindult az életemben, de hogyha a televíziózásra gondolunk, akkor az emberi sorsok, emberi történeteket bemutató műsorok érdekelnének leginkább a jövőben is. Most is nagyon hálás vagyok, mert a Családbarátot, illetve a Nyár 23-at vezetjük Forró Bencével. Ott is azért van erre lehetőség, tehát mindenképpen az ilyen tartalmas interjúkat összefogó műsorok érdekelnének a jövőben. Azért azt szerintem mondjuk el a nézőknek, hogy a filmművészetén nagyon jó eredmények. Ezeket
produkálsz már most az elején, úgyhogy teljesen úgy érzem, hogy előtted van ez a pálya. Ez azt gondolom ad még plusz erőt. Most a Magyar Mozgókép Fesztiválon sikerült a legjobb kisjátékfilm kategóriában nyerni a Sose lesz vége című vizsgafilmemmel, amit nemrégiben forgattam, még a diplomafilm hátra van, azt is majd hamarosan elkezdem forgatni, illetve az előkészületeknél tartunk. Tehát ennek az egész varázslatos világnak, amit filmezésnek hívunk, a kapujában vagyok, és tanár úr szokta mondani, Koltai Lajos, hogy az ő munkája az egy ilyen pásztori munka, mi haladunk a kis ösvényen, és ő pedig próbál terelgetni. De hát most már előbb-utóbb ki kell lépni ugye ezen a téren is a nagyvilágba, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Szerintem jó úton vagy, jó irányba vagy. Egy utolsó rövid kérdés, rövid választ várnék, hogy a szerencsével mint olyan, hogy állsz, akár magánélet vagy a pálya, vagy a munka, teljesen mindegy, ez hogy van jelen az életedben? Ez egy nagyon jó kérdés, hogyha szerencsére gondolok, akkor én általában, tehát amiben hiszek, az a sorsszerűség, meg a sors, meg a befektetett munka, energia és szeretet, és ha úgy ér a szerencse, hogyha mondjuk fel vagy rá készül, meg tettél bele szívet, energiát, akkor össze tudnak állni úgy a csillagok, tehát ilyen szinten úgy hiszek benne. Egyébként az ilyen kártyajáték, vagy ilyesmi dolgokban az életemben soha nem volt szerencsém, viszont van kedvenc szerencseszámom. Ezt hagyd tudjuk meg a végére? Ez a 22-es. Nekem a 21-es, tehát te nyertél. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Sok sikert a filmezéshez és a tévézéshez egyáltalán. Nagyon szépen köszönöm, jó volt veletek beszélni. Köszönjük szépen. Már is folytatjuk tovább a Luxor sorsolást, de mindig megállunk egy pillanatra, méghozzá akkor, amikor valakinek a szelvényén már csak egy bekarikázatlan szám hiányzik a teli találathoz. Most még határszámon belül vagyunk, már többen is vannak egyébként, ezt elárulhatom, akik nagyon izgulnak, hogy beérkezzen az utolsó nyerőszám. De most egy kicsit hagyunk időt a pihenésre, újabb feltöltődésre, hiszen különleges egyedi produkciókat is bemutatunk itt a műsorban. Ha a következő csapatot három szóval kéne jellemeznem, akkor... Jól táncoló fiúk. Például, vagy néptánc modern stílusban. Így is lehet-e. Következzen a Fricska Tánc Együttes. Szeretelek babám nagyon, de már vége vagyunk, vége van a szerelmünknek, legyen kedve ilyennek. Szerettelek babám nagyon, de már annak vége vagyunk, vége van a szerelmünknek, legyen kedve ilyennek. Ügyeim sokan vannak, tartják úgy ugatnak, adok nekik vínakokat. Sokan vannak, tartják úgy jogat.
Köszönjük szépen a fiúknak ezt a bemutatót, otthon senki ne próbálja meg ezt felügyelet nélkül. Mi pedig megyünk tovább, haladunk, hiszen már 4 olyan szelvé van az országban, vagy azon túl, ahol egy számra várnak, hogy meglegyen a teli találat, úgyhogy izgalom a köbön. Már csak azért is, mert még határszámon belül vagyunk, tehát ha valakinek most lesz luxora, most lesz teli találata, akkor az adás elején említett óriási nyereményt fogja bezsebelni. Úgyhogy tényleg izgalmas pillanatok ezek, hiszen ezen most sok múlik. Igen, nagyon szorítunk. Jackpottal növelt nyeremény összeg, úgyhogy nézzük, izgulunk és nagyon várakozunk mi is, meg a 4 szelvény tulajdonos, akik nézik a szelvényüket. Valószínűleg még jobban, mint mi. Na nézzük, hogy sikerült valakinek a következő nyerőszámmal segíteni. Ez pedig az Olga 55-ös. A kis kakukkunk jelezte, hogy elértük a határszámot, és nincs luxor, nincs teli találat, úgyhogy folytatjuk tovább a sorsolást. Lesz természetesen, mert ez az a játék, ahol mindig van teli találat, csak most már határszámon kívül fog ez megtörténni. Na nézzük a következőt. Várunk, várakozunk, és tovább izgulunk. Ismét egy Olga. Olga 57, és ezzel, ha jól látom, érzékelem és hallom, igen, akkor telitáltoz, luxorhoz érkeztünk, egy nyertesünk van, a nyeremény összege 7.123.115 forint. Gratulálunk! Ha nehezen is, de megvan a mai telitáltoz szelvény, és akkor nézzük a fontosabb információk már is a képernyőn, és jönnek a nyeremények, a találatok. 2512 darab két találat volt, 6.165 forint a nyerteseké. 90 darab keret volt, 27.530 forintot jelent. 15 darab első kép, 61.940 forint. Egy darab első keret volt, 1.238.800 forintért, és egy telitáltoz szelvény van, egy luxor, 7.123.115 forint a nyeremény. A jackpot, ami több mint 41 millió forint egyelőre átkerült a jövő hétre. Már is folytatjuk tovább élő Joker és ötös lottó sorsolással, és mindig a luxor utolsó számgolyója dönt a folytatásról. Mivel páratlan volt, ezért gépi sorsolás lesz az ötös lottóban, ahol a várató főnyeremény 474 millió forint. Tehát már is kezdünk az élő Joker és ötös lottós sorsolással, és sztármendünk egy olyan hölgy, aki a közösségi média megosztó felületeken több mint 10 milliós nézettséget tudta magáinak. Akkor nézzük, örüljünk, szurkoljunk, itt vagyunk, kezdünk, jön Tolvaj Reni! Mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom. Bár csak egyszer értenéd, mennyi felhő gyűlt köréd, úgy rohannék felé. Baby, fell off and I'll see. He was lost, I'll be mad, see.
Köszönjük szépen Tolvaj Renének ezt a mini koncertet, és várjuk is ide, hogy beszélgessünk vele egy picit. Igen, óvatosan onnan a fellegekből. Igen, és mintha felhőn járnál, egy-két nem. A gyalkát várjuk ide. Ez az. Hello, Reni! Igen, Reni! Sziasztok! Na, hagylak menni? Mennyire hagytak téged menni annó a szüleid? Mesélj csak, a kicsi Reni. Képzeld amikor el, elindult, és szárnyait kezdte bontogatni. Hát nagyon is. Szóval az én szüleim, azok nagyon-nagyon kiskorom óta mindenben támogattak, amit én elképzeltem, és nélkülük nem sikerült volna szerintem semmi az életemben. Szóval ők azok a szülők voltak mindig is, és most is, akik soha nem mondták azt nekem, hogy oké, hogy szeretsz énekelni, de azért legyen egy normális hétköznapi szakmád is, ezt nekem soha nem mondták, és nagyon-nagyon hálás vagyok emiatt, mert ugye tudom, hogy nagyon sok mindenkinél ez probléma, és hát igen, köszönöm szépen neki. De mindig is ezen az úton, ezt az utat láttad magad előtt, vagy azért volt olyan, hogy azt mondtad, hogy mégsem, vagy Róker beled, tört a picskám, igen. Nem volt soha B opcióm, szóval ezt szerettem csinálni. Emellett kiskoromban nagyon szerettem rajzolni, hogy apukámtól egy kis kézügyességet örököltem. Művész véna? Igen, szóval szerettem rajzolni, és ezt most így a sminkben élem ki, szóval nem képeket festek, hanem így a sminkben. Igen, elképesztő, amit művelsz az arcoddal, vagy mások arcával, ugye te magadat szoktad sminkelni leginkább, erről nagyon sokat posztolsz is, elvégeztél egy sminktanfolyamot, egyébként tudtak neked még ott újat mondani, mutatni? Képzeld el, hogy az, hogy én tudtam sminkelni, mert hogy rutinná vált, hogy kellett magam mindig sminkelni színpad előtt, az egy dolog, viszont mutattak nekem olyan technikákat, meg olyan trükköket, amivel ezt sokkal egyszerűbben lehet megcsinálni, meg sokkal intenzívebben, sokkal rövidebb időn, szóval én nagyon sok mindent tanultam, igen. Azt látjuk a külföldi díváktól, énekesektől, bocsánat, hogy közbeszólok itt a smink beszélgetésben. A csajos beszélgetésünket megtöröd egy picit. Hogy a legnagyobb előadók is próbálnak más-más oldalukat mutatni, egy kis szájnt próbálgatás, hogy valami mást is megmutassanak önmagukban, ne csak az éneket, ne csak a színpadi jelenlétet. Te mennyire foglalkozol ezzel itt a sminkvonal egy másik történet, meg azért az a gasztronómia is beszippant. Hát a gasztronómia az abszolút nem a, hát az nem lesz a karrieremnek a része, az csak így azért osztom meg, mert... Ügyes vagy, köszönöm. Azért osztom meg, mert szeretik a követőim látni, hogy mit eszem. Meg így kérdezik. De régen nem osztottad meg, bocsánat. Régen nem osztottam meg, mert régen nem ettem ilyen gyönyörűen, mint most. És mi változott? Mitől leszel most más? Hát figyelj, én 2,5 évvel ezelőtt egy életmódváltásba kezdtem. Pontosabban? Pontosabban elkezdtem nagyon tudatosan enni, szóval ilyen nagyon szép, nagyon színes salátákat, zöldségeket, fehér húsokkal, halakkal, és én ezt nagyon-nagyon szépen szeretem tálalni, szóval innen jön ez a dolog, hogy én ezt posztolom, hogy maga a tálalás szerintem ha valami gyönyörű, akkor azt jobban is szeretett megenni. Igen, csak az a baj, hogy én, igen? Hogyha szépen tálalnék, hát én menet közben felfalom, amit hívjatok, hát egy végzett szakácsán. Segítek ilyen. Van ilyen tálaló szakács, van külön egy ilyen műfaj. Én meg azt hittem, megvan őszintén, hogy a családalapításon töröd a fejed, és ezért már a főzésre is. Ez nagyon jó. Itt az egyespályán beúztam ezzel a kérdéssel, hogy ez a része, hogy áll az életednek. Persze nyilván, amit elmondhatsz a tekintetben. Családalapítás. Hát a jövő tervben van. Nyilván. Igen. De hogy látjuk az alagút végén, vagy még csak úgy pislákol a lámpa? Tehát a közeli jövő, tehát going to, vagy ezzel még... Going to. Értem, jó. Csak én szeretem volna. De azt mondják a hölgyeknél, hogy az öltözködés az egyfajta üzenet. Ez jelentsen egyébként bármit is, de szerintem nagyon sok mindent mond, hiszen ugye az ember egy hölgy bemegy egy helyre, mint hogy te bementél a Magyarország szépe műsorba, és tulajdonképpen hát megállt a levegő, beket kaptunk a légkondit, igen, egy barátom ott dolgozik, és mondta, hogy bejött a Reni és a ruha, tehát a ketten voltatok egyek. Azt jó, látjuk igen, most aki is, esetleg lemaradt erről, természetesen úgy megnézheti, visszanézheti, egy ilyen piros kígyóbőrmintás ruha volt rajta, tényleg elképesztően jól néztél. Köszönöm szépen. Azért ezeket viselni is tudni kell, tehát azt tegyük hozzá, hogy feladhatnak ilyet bárkire, de ezt viselni is tudni kell. Figyeljetek, én abszolút a színpadon, meg a koncertjeimen élem ki azt, hogy imádok öltözködni, mert amúgy a hétköznapokban engem csak sportruhában láttok. Szóval én amióta edzem, csak sportcipő, sportmelltartó és nadrág van rajtam egész héten. És hétvégén, meg a műsorokban, meg a fellépéseimen
kiélem ezt a fashion dolgot. Akkor mondanám, hogy keressenek téged az utcán, de hát úgyse találnak. Nem találnak meg, nem, senki nem ismer fel. Azért van. Azt még nem említettünk, de én tudom, hogy azért te próbálsz a szépség kapcsán is oly módon előrelépni, hogy azért most már sokan pontogatják szárnyaikat saját márkával kapcsolatban, hogy a kozmetikai iparban is majd lehet, hogy feltűnik a neved. Igen, ez nagyon-nagyon régi álmom, hogy saját sminkmárkám legyen, és úgy néz ki, hogy ez be is fog valósulni, nem is olyan sok idő múlva, csak hogy ez egy nagyon nehéz és nagyon komplex terv, meg projekt. De rajta vagy. Viszont én rajta vagyok, és nagyon-nagyon hálás vagyok azoknak, akik állandóan követelik ezt tőlem, szóval minden nap kapok üzeneteket, hogy mi a helyzet a sminkmárkáddal. Hát írok én is egyet. Szeretnék egy éjszakai férfi krémet, egy nyugtató, jó? Én amúgy gondoltam rá, hogy mikor már annyira előre halad a márkám, akkor lesz benne egy férfi rész is, mert hát miért ne? Hát itt leszek, tudom a számot, majd írok. Jó. Igen, de azért látod, hogy micsoda célok vannak. Na, itt kitűzve, ezt így kell csinálni. Csak így. Na Reni, köszönjük szépen, másik terepre is majd mindjárt bevonunk. Jó, a Joker játékot majd neked kell elindítani. A sorsolási bizottság felügyeletében zajlik minden játékunk, így a Joker sorsolás is. A várható főnyeremény pedig 250 millió forint. Noreni, itt a pillanat, a Joker játékot kellene elindítanod, reméljük szerencsés kezed van most, bizony, igen, mehet is. Köszönjük szépen. A Joker első számjegye a 7-es. Második, a 9-es. A harmadik, a 3-as. A negyedik, a 0. Ötödik, a 8-as. És a 6-dik, a 7-es. A Joker szám 7-9-3-0-8-7. Nos, túl a Joker játékunkon, a Joker nyerő számait láthatják, nézzék, és akkor közben mondjuk a nyereményeket, a találatokat. 2-esből 4669 darab volt, 1700 forint szelvényenként a nyerteseké. 458 darab 3-as volt, 17000 forintot jelent a nyerteseknek. 42 darab 4-es, 170000 forint a nyeremény. Íme az 5-ösök, ebből 6-ot számoltunk, 1.700.000 forintot érnek szelvényenként. És nézzük, hogy van-e 6-os, azaz teli talált a Jokeren, és úgy hallom, hogy igen, egy teli találtunk van, 256.552.320 forint! Micsoda kezdés, kérem szépen! Gratulálunk a nyertesnek, így a jöveti várható főnyeremény. A Joker játékunkban 30 millió forint! Reméljük, ilyen nagy lesz az öröm a folytatásban is, emeljük a tétet. Hamarosan rátérünk az 5-ös lottos sorsolásra is. Most azonban újra a zenéje a főszerep. Tolvaj Reni érkezik hozzánk ismét, méghozzá legújabb ősszel megjelenő albumáról, egy nagyon mély érzésű dallal, ami hát a szakításról szól. De mégis van benne egyfajta lüktetés, ami egyben erőt ad azoknak, akik most ezt a fájdalmas gyötrődést érzik. Úgyhogy nézzük, halljuk, Reni új dalát érkezik, tehát Tolvaj Reni és a Nyakadon a lánc. Now she asked me to understand me.
Van már, aki betölti az űrt, figyel rád és nem hagy egyedül, az asztalnál az ő helyemen ül. Hiányzik a testemről a szád, ahogy a derekam fogod át, azért posztolok vele, hogy lásd. Nyakadon a lánc, mikor vele látsz, mikor vele látsz. Ne siess még, túl messze mennél, ez a pár ég, egy bőrömmel elfél. Tudom, hogy téged is bánt, de úgyis találsz egy új lányt, pótolja majd a hiányt, ő fekszik mellé. Van már, aki a bőröm az ér, de hozzám nálad jobban ő sem ért, egyből eldobnám arra kér. Mikor vele látsz, mikor vele látsz. De siess még, túl messze mennél, ez a pár ég, egy bőrömben elfér. Tudom, hogy téged is bánt, de úgyis találsz egy új lányt, pótolja majd a hiányt, ha ő fekszik mellé. Remélem volt némi gyógyír ebben a dalban, és egy üzenet azoknak, akik esetleg most szakítottak, de tudják, a szakítás után mi jön? Akár egy új kapcsolat. Itt a műsorban pedig a folytatás következik, mert nekünk ugye van egy missziónk, egy küldetésünk, 5 számot kell sorsolnunk. Így van, a Luxor utolsó számgolyója, amivel páratlan szám volt, géppel fogjuk kisorsolni az ötös lottó nyerőszámait. A várható főnyeremény 474 millió forint. Hamarosan tehát kiderül, hogy megnyerje valaki, vagy valakik ezt a hatalmas összeget. A sorsás menete nem változott, hogy 4 számot egymás után megszakítás nélkül húzunk, aztán majd Tolvajra egy újabb dallal érkezik, és jön az 5. nyerőszám. Mielőtt azonban útjára indítanánk a sorsolást, szeretnénk felhívni játékosaink figyelmét, hogy a Szerencsejáték ZRT játékos kártyájának kiváltásával több hasznos funkció, kényelmi és biztonsági szolgáltatás igénybevételére is lehetőségük van, valamint az aktuális ajánlatokról is informálódhatnak. Bővebben mindent megtalálnak a lottozókban és a www.szerencsejáték.hu-n. Jönnek az izgalmas percek, dőlnek hátra, és izguljunk együtt. A tét 474 millió forint! Kérdés, nem kérdés. Ha, igen, ha gépi, akkor tessék egy gyors indítás. Köszönjük. Az első nyerőszám az 56-os. Második, a 22-es. A harmadik, a 67-es. A negyedik, a 46-os.
egy icipici választ el minket attól, hogy kiderüljön, sikerült-e mind az öt számot valakinek megtippelni. Hamarosan kiderül, melyik lesz az ötödik nyerőszám. Addig icikét-picikét félve mondom azt, az időkerekét vissza kell tekerjük 1984-ig, hát Katta még meg sem született, jó magam pedig 70 éves voltam. A dolog lényege, hogy akkor egy csodálatos amerikai énekesnő, akit Madonnának hívnak, ezt a dalt Amerikában, Kanadában, Európában is a toplisták élére repítette. Most pedig hallgassuk meg a Like a Virgin Tolvaj Renitől. Köszönjük szépen Renének ezt az igazi nemzetközi kitekintést. Gyere közelbe, picit hozzánk, Reni, beszéljünk a nagy ikonokról, a nagy divákról, jelesül éppen Madonnáról, akit választottál. Mennyire ismerted, szeretted őt, mennyire figyelted, kísértett figyelemmel az ő pályáját? Hát ugye kiskorom óta én ilyen óriási díva rajongó voltam, szóval az összes énekesnőt bálványoztam, mai napig is egyébként, és ugye Madonnáról azt kell tudni, hogy ő kezdett el mindent, szóval mindig ő volt a legextrémebb, a legdurvább videoklipjei neki voltak, a legszókimondóbb és olyan témákat érintett a zenével, amit mások nem mertek, szóval én úgy érzem, hogy mindent ő kezdett el, és utána jött ugye Lady Gaga, meg a többi ilyen korszakalkotó művész. Mennyire tudsz ezzel azonosulni? Sokan azt mondják, hogy jó, a negatív reklám is reklám, de amikor ennyire valaki ellép a megszokott formáktól, normáktól. Most az volt a kérdés, hogy mennyire tudok azonosulni. Én nagyon szeretem mindig a fura alakokat, meg a fura művészeket, meg szeretem
ezt a típusú önkifejezést, szóval tudok vele azonosulni. És mennyire tükrözi nálad a külső, a belsőt, hiszen azért téged is sokszor látunk már extrém ruhában megjelenni. Nálam abszolút tükrözi mindig, mert hogy nem az van, hogy rám adnak valamit, és akkor oké, most ezt kell felvenned, hanem abszolút együtt találjuk ki, meg ez belőlem jön, szóval én szeretem ezeket a dolgokat. De mit akarsz vele elérni? Mert azért volt olyan szetet például, ami azért elég úgy megbotránkoztatta a közönséget. Elérni semmit a világon. Igazából az adott produkcióhoz, vagy az adott megjelenéshez egyből jön egy ilyen elképzelés, azt így valahogy megalkotjuk, és ennél többet nem szeretnék vele elérni, csak jól esik, meg szeretem. Akkor ezt, ha lefordítjuk a zenére, a zenéidre, ott hogy jelenik meg a te belső világod? Hát mindig az adott lelkiállapotomtól függően írom a zenéket, hogy abban az időszakban épp mit gondolok, és most ugye az egész évben az új lemezemet készítettem, ami most ősszel fog megjelenni, szóval nagyon-nagyon sok meglepetéssel készülök. Mikor érkezik pontosan? Szeptember. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy itt voltál velünk, nekünk pedig feladatunk van még, hiszen sorsolunk el, ezzel jön. Ötödik nyerőszám, az 53-as. Az ötös lottó nyerőszámai emelkedő számsorrendben. 22, 46, 53, 56 és 67. Nos, ahogy néztem, zenekarunk neve Extázis, de nézzük akkor az ötös lottó nyerőszámait, emelkedő számsorrendben látják. Mutatjuk, így van a találatok kettesből, 61.355 darab, 2.375 forint a nyeremény. Hármasból 2.226 darab volt ezen a héten, 19.200 forintért. 22 darab négyes volt, 1.854.205 forintot ér. És már is kiderül, van a ötös ezen a héten, és sajnos nincs. Így a jöveti várható főnyeremény az ötös lottón 636 millió forint. Adásainkat ne felejtjék, újra megnézhetik a mediaclick.hu-n és a Szerencsejáték ZRT YouTube csatornáján. Jövő héten sem hagyjuk önöket, énekes sztár nélkül, vagy sztár énekes, vagy színész, nem is tudom, zeneszerző, zenész, énekes, előadó. Feréb Tamás látogat ide hozzánk a Szerencsezombatban. És hát reméljük, hogy mindenki jól érezte magát, Renni is jól érezte magát, neki azért még van egy feladata. Renni, légy ő kedves, írd alá az itt létedet hitelesítő pillanatokat. Látjuk, íme csodás volt, szépséges, elbűvölő, tovább Renni volt a mai műsorunk vendége. És jövő héten is várjuk önöket, addig is legyen szerencséjük, és ne felejtsék, hogy holnap augusztus 20, úgyhogy ünnepeljünk együtt. Köszönjük, hogy itt voltak, viszontlátásra! Partnerünk az MV Fashion. A műsor támogatója Calvin Klein Jeans, Etele Plaza.